Az első és legfontosabb tipp, amit adhatok, az az, hogy ismerd az eszközt, amit használsz. Teljesen mindegy, hogy egy telefonról van szó, egy fényképezőgépről, fény- vagy hangtechnikáról, szerkesztőszoftverről, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy akkor fogod tudni a legmagabiztosabban és leghatékonyabban használni, ha úgy ismered, mint a saját tenyeredet. Ez eddig is itt volt? Ez vajon anyajegy vagy melanoma? Fontosnak tartom, hogy ismerd az eszközeid erősségeit, például, hogy az objektíved mely rekeszértékeknél a legélesebb, vagy különböző megvilágítási körülmények között hogyan reagál a fényre. Az erősségek ismerete lehetővé teszi, hogy azokat kihasználd adott szituációkban, a gyengeségek ismerete pedig lehetővé teszi, hogy eleve elkerüld azokat a szituációkat. Biztos vagyok benne, hogy a te eszközöd is rendelkezik egy rakás apró pici funkcióval, amik nyilván nem gyakran, de adott szituációkban megmenthetnek téged, ezeket viszont csak akkor tudod kihasználni, hogyha tudod, hogy egyáltalán ezek léteznek. Ezért azt javaslom, hogy menj végig a teljes menürendszereden, nézd végig az összes beállítást, és hogyha olyat találsz, amit nem ismersz vagy nem értesz, akkor arra keresd rá, mert éles helyzetekben erre már gyakran nincs idő. Megmutatom neked, hogy készít képeket egy amatőr. Így. Most pedig megmutatom neked, hogy készít képeket egy profi. Így, 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 és így. Sokszor ahhoz, hogy egy egyedi képet készíts, nem kell más tenned, mint nem abból a szemszögből fotózni, amiből eleve látod, amiből mindenki látja. Állóhelyzet, szemmagasság, szemből az a lehető legunalmasabb. Keres olyan perspektívákat, amikhez nem feltétlenül van hozzászokva az emberi szem, vagy amik kiemelnek egy irányt vagy egy élét a témának, amit fotózol. Gondolj arra tudatosan, hogy hol szeretnéd látni, hogy meghúzódik a horizontvonal. Ezt fogja meghatározni, hogy mennyit látsz az égből, mennyit látsz a háttérből, mennyit látsz az előtérből. Ezek olyan elemi kompozíciós kérdések, amiket mind az fog meghatározni, hogy milyen szemszögből, milyen irányból készíted a fotódat. Ezért azt javaslom, hogy soha ne elégedj meg az első próbálkozással, az első megközelítéssel. Mindig járd körbe a témát, ha pedig közelebbről szeretnéd bemutatni, akkor ne zoomolj, hanem menj közelebb, mert már nem ugyanazt fogod látni. És sosem tudhatod, hogy mikor bukkansz rá egy olyan beállításra, amitől hirtelen kétszer olyan jó lesz a képed. Az emberek hajlamosak visszatérni olyan megoldásokhoz, amik már egyszer működtek számukra, ezért feltételezhetően legközelebb is működni fognak. Azonban ahhoz, hogy igazán fejlődhessünk, ki kell lépnünk ezekből a keretekből, és olyan dolgokkal kell kísérletezgetnünk, amik a komfortzónánkon kívül esnek. Ennek egy tök jó módja az, hogyha hagyod, hogy mások inspiráljanak téged. Kövess olyan művészeket szociális médián, akik rendelkeznek olyan stíluselemekkel, amik tetszenek számodra és szívesen átemelnéd őket a saját munkádba, de kövess olyanokat is, akik mondjuk teljesen szemben mennek azzal, amit te képviselsz. Mert nem tudhatod, hogy mikor fog egy fotós, egy festő, egy zenész olyasmit mutatni számodra, ami teljesen felforgatja a te művészetedet. És nem, ez nem csalás, ez nem lopás. A kreativitás nem úgy működik, hogy a kreatív ember fel kell reggel és kitalál valamit, ami eddig soha nem létezett. A fotózás nem metafizika, a semmiből nem lesz valami. A tyúk előtt is kellett, hogy legyen egy tojás, és a tojás előtt is kellett, hogy legyen egy tyúk. Ami pedig beindítja ezt az egész folyamatot, ez az ötletcsíra, ez pedig bárhol el lehet rejtve a világban, úgyhogy sosem tudhatod, hogy hol fogsz rábukkanni. Vagy gondolj erre, honnan tudnád, hogy mi a szép, ha nem vagy hajlandó kinyitni a szemed? Azzal, hogy látod másoknak a munkáit, a saját művészetedet is csak jobban helyértékén tudod kezelni. Látod, hogy mi az, ami rossz, mi az, ami jó, mi az, ami még jobb. Azt is látod, hogy mi az, ami túlságosan mainstream és elcsépelt, mert túlzásba vitték. Ez a tipp a legtechnikaibb és legexaktabb az összes közül ezen a listán, de muszáj ezekről beszélnünk, mert számomra semmi más nem mondja azt jobban, hogy egy fotós amatőr, mint amikor azt látom, hogy a képei túl sötétek vagy túl világosak, túl melegek vagy túl hidegek. Ugye itt az expozícióról és a fehér egyensúlyról beszélünk, két nagyon alapvető beállításról, amiket szerencsére utólag is lehet szerkeszteni, főleg, hogyha nyers képeket készítesz. Hogyha még nagyon az elején vagy, akkor nem feltétlenül fogod észrevenni, de egy kis idő múlva szemet fog szúrni az, hogyha egy kép mondjuk egy kicsit túl sötét vagy természetellenesen meleg. Ezért muszáj tudatosan odafigyelned ezekre, és képezni a szemed arra, hogy észrevegye, ha valami nem okés, mert szerintem ez a minimális küszöb, amit el kell érni ahhoz, hogy a képek jók lehessenek. Ha nem akarod szerkeszteni a fotóidat, a szíved joga, de ezeket a beállításokat pontosan el kell találnod, és hidd el, hogy meg fogod magadnak köszönni a jövőben. Már megint kezdem. Ismered a mantrám? Minden egyes képnek a legfontosabb eleme a fény.
De ahelyett, hogy most megint tartanék egy kis órát neked arról, hogy milyen tulajdonságai lehetnek a fénynek, vagy hogy milyen eszközöket használj, inkább felhívnám a figyelmed egy szokásra, ami nekem segített abban, hogy tökéletesíteni próbáljam a tudásomat a fénnyel kapcsolatosan. Reggel, amikor először kinyitod a szemed, vagy amikor egy új helyszínre érkezel, egy új szobába lépsz át, amikor egy filmet nézel, vagy bármilyen videóklipet, figyeld meg, hogy hogyan vannak ott megvilágítva az emberek vagy a tárgyak, hogy vajon mi lehet a fő fényforrás, hogy hogyan viselkedik az a fény, és hogy hogyan reagálnak a tárgyak erre a fényre. Csak gondold át fejben, hogy honnan érkezik a fény, hogy hogyan vannak a dolgok megvilágítva, hogy milyen hatást kelt ez, vagy hogy benned milyen benyomást vált ki. Ha pedig találkozol egy szituációval, ami érdekes, különleges számodra, vagy csak szimplán jó fényben tünteti fel a dolgokat, akkor fogd meg a telefonod és csinálj néhány képet. Nézd meg, hogy az, amit a szemed lát, hogyan csapódik le egy szenzoron keresztül. És legközelebb, amikor egy ilyen szituációval fogsz találkozni, hamarabb fel fogod ismerni, és már tudod, hogy ahhoz a fényhez érdemes igazodni, nem pedig ellene érdemes dolgozni. És persze ne felejtsd el a mantrát, hogy egy kép legfontosabb eleme a fény. Ezt a tippet akár úgy is megfogalmazhattam volna, hogy a kész jobb, mint a tökéletes. Tudod, hogy hány olyan projektem van, amit elkezdtem, de végül soha nem fejeztem be, vagy hány olyan képen van, amit elkészítettem, és végül soha nem mutattam meg senkinek? Hát elég sok, valószínűleg több száz gigányi, mert még mindig ott ülnek a háttértárolomon, mert hát ha egyszer úgy döntök, hogy mégiscsak kezdek vele valamit, soha nem fogok. Nyilván csak úgy érdemes belefogni bármibe is, hogy megpróbálod a lehető legtöbbet kihozni belőle. Ha viszont túl nagyok az elvárásaid magaddal szemben, és nem sikerül megugrani a mércét, akkor csalódott leszel, rövid távon demotivált, hosszú távon pedig rossz hatással lesz a mentális egészségedre. Ezért én szentül hiszek a 80%-os szabályban, miszerint a 100%-hoz képest, amit egy projektből ki lehet hozni, hogyha 80%-ot tudok teljesíteni, az már good enough. Ez a mentalitás lehetővé teszi, hogy folyamatosan újabb és újabb projektekbe kezdjek, ahelyett, hogy leragadnék egy dolognál. Mert hiába tudok mondjuk egy YouTube videóra kétszer annyi időt szánni, hogy még az apró részleteket még tökéletesítgessem, egy-egy jelenetet kicseréljek, azzal mennyit nyerek még plusz 20%-ot? Szerintem sokkal jobban járok azzal, hogyha 80%-nál azt mondom, hogy ez már jó, és tovább lépek a következő projektre. És ez nagyon szorosan kötődik egy másik tipphez, hogy próbálj annyit gyakorolni, amennyit csak tudsz. Egy szakmának fogod szentelni az életedet, és sok más szakmabelével versenyzel. A győztes pedig az lesz, aki a legtöbb energiát tudja belefektetni, és a legjobb eredményeket tudja a végén felmutatni. Jó eredményekhez pedig gyakorlás, gyakorlás és még több gyakorlás kell. Ezért persze a cél az mindig a 100% legyen, de azért tarts szem előtt, hogy a maximalizmusod nem állhat a fejlődésed útjába, mert pedig hosszú távon szerintem a 80%-okkal sokkal messzebbre fogsz eljutni. Szokás azt mondani, hogy a kép elkészítésé csak a munka fele, a másik fele a megszerkesztése. Én ezt kiegészíteném egy harmadik dologgal, egy igazán szorgalmas fotós a munka elvégeztével visszatér hozzá, és a lehető legszörszehasogatóbb módon kielemzi, hogy hogyan lehetett volna még jobb. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy döngöld magad a földbe, elvégre elégedetnek kell lenned önmagaddal, és szeretned kell azt, amit csinálsz. Mert ha egy nap arra ébredsz, hogy már csak munka vagy felelősség számodra a fotózás, akkor rövid távon ki fogsz égni, és annak nyilván nem lenne jó vége. Ellenben neked kell lenned a legkritikusabbnak önmagaddal szemben. Gondolok itt mondjuk arra, hogy a kép elemei mind hozzáadnak a képhez, vagy bizonyos elemek csak elvesznek belőle. A póz, amit felvett a modell, elég természetes? A mosolya elég őszinte? Lehet, hogy legközelebb érdemes lenne jobban odafigyelned a kommunikációra, és kevésbé a technikai részletekre. Nagyon fontos, hogy ne keress kibúvókat. Ó, lehettek volna jobbak a képek, de ezen a helyszínen olyan rosszak voltak a fényviszonyok. Vagy sokkal szebbek lennének a fotók, csak hát a modellemnek tiszta pattanás az arca. Ez csak kifogás. Egy jó önkritika egyes szám első személyben írulik. Gondolhattam volna rá, hogy nem feltétlenül ez a legjobb helyszín, vagy kihasználhattam volna jobban ennek a helyszínnek az adottságait. Szólhattam volna a modellemnek előre, hogy sminkelje ki magát. Sokszor nem szívesen ismerjük be magunknak, de mi felelünk a kép minden egyes eleméért. Minden, ami a képen van, az vagy a mi hibánk, vagy a mi érdemünk. Ha pedig elkezdünk másokra mutogatni, akkor azzal elérjük, hogy soha ne fejlődjünk már tovább, mert gyakorlatilag csak ölbe tesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy hát igen, ilyen volt a szituáció, nem lehetett ellenem itt tenni, ez van. Majd lehet, hogy legközelebb jobb lesz, vagy nem.
Kiegészítve az előző gondolatot, javaslom, hogy oszd meg a képeidet a lehető legtöbb helyen. Lehet ez szociális média, beküldheted ingyenes versenyekre, kinyomtathatod őket és tarthatsz önálló kiállítást. Bármi játszik, mindaddig, amíg kapsz visszacsatolást a képeidről. Nyilván nagyon fontos az, hogy saját magunk kielemezzük a képeinket és próbáljunk tanulni belőle, viszont mások, laikus emberek, olyanok, akik nem voltak ott és nem abban a kontextusban értelmezik a képet, mint mi, olyan szemszögből látják az egészet és olyan dolgokat fognak észrevenni, amiket mi nem fogunk sajnos tudni meglátni. Ezért nagyon fontos, hogy sok helyen megoszd, hogy begyűjtsd másoknak a véleményeit, nyilván ezeket helyi értékén kezeld, mert csak így kapsz teljes képet arról, hogy valójában milyenek a fotóid. Az sem jó, hogyha nagyon népszerű fotókat készítesz, amik viszont szakmailag hulladéknak számítanak, de nyilván az sem jó, hogyha csinálsz egy 4 Oscar-díjas filmet, amit viszont senki sem hajlandó megtekinteni a moziban. Lehet a korlátozásokra úgy tekinteni, mint problémákra, vagy lehet rájuk úgy tekinteni, mint kihívásokra. Ez igazából csak egy hozzáállásbeli különbség, de nagy hatással lehet arra, hogy milyen lesz a végeredmény a munkának, amit végezni fogsz. Vegyünk egy szituációt. Szia Dávid! Én nagy rajongója vagyok a munkádnak, és szeretnék neked felajánlani 100 000 forintot egyetlen egy képért cserébe. Egy portrét szeretnék magamról, ami jó színben tüntet fel. Wow, oké, rendben. És mi lenne az elképzelés ezzel a portréval kapcsolatosan? Ezen igazából még nem gondolkoztam, úgyhogy igazából szeretném ezt rád bízni. Mert mint arra gondolok, hogy egy ilyen biznisz típusú portrét szeretnél, vagy ilyen művészibb, akár elvontabb portréra gondoltál? Nem tudom. Szerinted melyik lenne a jobb? Hát ez igazából attól függ. Akkor mondjuk azt kérdezem, egy ilyen közelebbi, közvetlenebb portrét szeretnél? Vagy egy egész alakosat? Figyelj, nekem csak az a fontos, hogy jól nézek ki rajta. De te vagy a fotós, szerintem neked kéne eldöntened. Az emberi agynak szüksége van bizonyos korlátokra, és minél nehezebbek, annál inkább arra kényszerítenek téged, hogy maximumra járasd a probléma megoldó képességedet, és a lehető legkreatívabb megoldásokkal rukkolj elő. Állíts magadnak gyakorlásképpen kihívásokat. Például menj el mondjuk fotózni egy helyre, úgy, hogy csak egyetlen egy fix objektívet viszel magaddal. Az agyadnak át kell állnia arra, hogy milyen azon az egyetlen egy optikán keresztül látni a világot egész nap. Ezáltal ezt a gyújtótávolságot sokkal jobban meg is ismered, mint az összes többit. Tudod, hogy mik az egyedi vonásai, a karakterisztikái, mi az, ami még belefér, mi az, ami már nem. Vagy menj el úgy fotókat készíteni, hogy csak egy-egyes képarányban készíted őket. Másképp kell megkomponálni, más lesz a hatása, és legközelebb, amikor ilyen vagy ehhez hasonló problémával fogsz szembesülni, akkor nem azt fogod mondani, hogy már még ez is, hanem azt fogod mondani, hogy aha, egy kihívás, na ezt hogy fogom megoldani? És ez a hozzáállásbeli különbség nagyon-nagyon sokat számít. Kíváncsi vagyok, hogy neked van-e hasonló tapasztalatod. Volt már esetleg mondjuk olyan munkád, ahol egy súlyosan korlátozó tényező miatt teljesen egyedi megoldással kellett előrukkolnod, és még talán arra a következtetésre is jutottál, hogy jobban is sikerült, mint eredetileg számítottál volna rá. Ha van ilyen típusú tapasztalatod, jöhet, illetve kíváncsi vagyok, hogy tudsz-e még mondani bármilyen tippet, ami általánosságban segíthet a hozzánk hasonló fotósoknak még tovább fejlődni. Hogyha még kezdő vagy, akkor ajánlom szíves figyelmetbe a Megtanítalak fotózni című sorozatomat, teljesen ingyenes és teljes körű, úgyhogy mindenképpen ott érdemes kezdeni. Ha pedig szeretnél személyes online magánórákat venni tőlem, erre is van lehetőséged a Buy Me a Coffee oldalamon keresztül, erről is egy videót itt találhatsz. Oké, mára ennyi, köszönöm a figyelmed. Ja, 80%-nak jó lesz.